Jó napot, jó helyen járok. Persze, Isten hozta, tessék bejönni. Fülep Márton széki műhelyében még a hagyományos módszerrel dolgozik. A csizmákat majdnem teljes egészében kézzel varja össze, a többi művelethez pedig a mesterétől örökölt, 100 évnél is régebbi szerszámokat használja. Hát egy jó csizmának való bőr, az nagyon jó ki kell legyen készítve. Például ez egy borjú bőr. Mindig onnan kell szabni a csizmát, én így tanultam a mesteremtől. A csizma feje a borjúnak a hátsó faránál ott maradjon meg a hátánál. Ezután következik a csizmának a kiszabása, majd az áztatás és a ványolás. A széki csizmára ugyanis nem utólag varják rá a szárát, hanem egy darabból hajlítják. Két napig állt a ványolóba, és két napig állt a ványoló fán. Ezt én ráfeszítettem a ványoló fára. Ez a két nap alatt kiszárad. A bőr lekerül a ványoló fáról, és kifordítás után már látszik is a lábbeli végleges formája. És ez lesz a csizmának a feje, meg ez a szára. A széki női csizmák elmaradhatatlan dísze a középre helyezett hímzett tulipán és a szélekre vart két levél. A székieknek, a lányoknak és a fiatal asszonyoknak egész olyan 40 évesig szoktunk varni zöldöt, meg pirosat. És az idősebb asszonyoknak csak zöld tulipán, meg zöld levél. Ilyen 100 éves karos varrógépe, amire fel lehet húzni a csizmának a szárát, már csak neki van, mondja a mester. Sajnos most itt a környező falvakban nem igen vannak csizmadiák, kihaltak. Ott tavaly jöttek Mérából is, hogy vállaljak nekik csizmát, ilyen piros csizmát. Egy széki csizma elkészítése 2 hétbe is beletelik, mivel fontos, hogy a bőrök kellőképpen kiszáradjanak. Egy télre 10-15 csizmát vállal, többet nem. Kell legyen türelem ehhez. Nem lehet elsietni. Na, kész is van. Így néz ki a széki tulipán, meg a két levél. Ez a szerszám mire való? Hát ez úgy hívják, hogy klemma, ilyen bőrszorító féleség. Ebbe szorítjuk be a bőrt, itt van az elő meg a hátulj, és aztán itt varjuk össze. A varrásnak nagyon szorosnak kell lennie ahhoz, hogy a csizma időtálló maradjon. Egy széki csizma akár 30-40 évig is eltarthat, még akkor is, ha reggeltől estig táncolnak benne. És a szár tetejére mindig varunk egy piros csíkot, egy olyan 5 centis csíkot, bőrből. És a csíkra rájön varva a bérlés, ami ilyen anyagból jön, ilyen puha bőr, jó kecske. A széki csizma másik jellegzetessége a rugyó, ami egy 10 centis puha rész a szára alján. Idáig tart a keménység, a szára, és itt a fejes. Ez a rész, ez a, úgy mondják, a rugyója. Ezt mindig leszokták tűrni, és így használják. Fülep Márton Ausztriából vásárolja a legjobb minőségű faszegeket a csizmáihoz. Kizárólag faszegeket használ a csizmákhoz. Miért? Hát azért, mert a bőrtalpot csak faszegelni lehet. A vasszeg az megeszi a bőrtalpot. Miután beverjük a faszeget, a faszeg azután kideged, szóval, hogy mondjam, úgy feszíti a bőrt, és az megtartja. A fél talp elhelyezése után utolsó mozzanatként a részpatkó is felkerül a csizmára. Fülep Márton eredetileg prímásnak tanult, de már 14 éves korában eldöntötte, hogy szülőfalujában marad. Úgy gondolta, ehhez még tanulnia kell valamit. Így esett a választása a csizmadiaságra. Akkotájban nem igen ment inasnak senki, mert mindenki vagy egy gyárba, vagy egy ilyen építkezéshez. Aztán egy kicsit úgy volt, aki még lehet le is nézett, hogy hát csizmadián. De most már örülök, hogy megtanultam. A csizmadia, aki egyben prímás is, úgy véli, a két szakma jól kiegészíti egymást. Nekem előny, ha minél többet muzsikálok, minél többet táncolnak, annál jobban kopik a csizmatól, és annál több munkám van.